Üdvözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra 66. adásában 2021. február vagy március 26-án ismét csütörtök délután. Ez a hónap utolsó csütörtöke, úgyhogy ismét Villanyóra felvétel van, és nem csütörtök délután van, csak csütörtök délután kellett volna ezt felvegyük, hanem péntek délután egész van. Egész nap, Gribor. Ja. Úgyhogy én nekem teljesen összefolytak most ezek a napok, úgyhogy hónapok, minden. Egyébként tényleg döbbenetes, hogy már március eltelt ebből az évből, és csak várunk az állami támogatásra, és lassan már az év közepe van az év elejéből, és még nincs állami támogatás. Ezúttal is hárman ülünk itt Bíró Balázsral és Szűcs Gáborral, Szöcskével. Sziasztok! 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 Én Antalusz Tibor, a villanyautosok.hu főszerkesztője vagyok. Na, hát csapjunk is bele, mert igazából már egy fél órája mennie kéne ennek a felvételnek, csak elbeszélgettük itt az időt, és természetesen, mint hogy mindig szokott lenni, ezúttal is volt egy csomó technikai problémánk, amik hát nem is villanyóra felvétel lenne, ha nem csúsztak volna közbe. Én aggódnék, hogyha legalább valamelyikünknél nem fagyna meg a videó vagy a hang egy másodpercre, de most már valahogy ezenek a bája, tudod. Igen, tehát tényleg olyan dolgok történnek, hogy hihetetlen. Igen, ez a nettó villanyóra, ez nekünk igencsak bruttó, maradjunk annyiban, amikor fölvesszük. Igen, bőségesen. Igen. Viszont, hogy kezdjem valami jó hírrel is, abban állapodtunk így meg, hogy megpróbálunk visszaállni jövő héttől a heti villanyórára, és minden héten jelentkezni egy-egy adással, úgyhogy nem lesznek ekkora szünetek a külön adások között. Igen, hát ez elsősorban azért történt, ugye, mert ahogy most finoman utaltunk rá, azért ez elég sok munka, az ember azt jelenti, hogy csak leülünk, beszélgetünk, azért elő kell készülnünk a témákkal, mindig több órányi felvétel, aztán azt meg kell vágni, még a hangot ki kell beleszedni, úgyhogy ezért vettünk vissza, és tehát havi, de most majd megpróbáljuk hetivé tenni, hogy nekem egy kicsit több időm lesz, úgyhogy próbálok besegíteni Tibornak ebbe. Reméljük, menni fog. Hát lehet, hogy egy kicsit visszaveszünk a minőség iránti igényünkből, de azért megpróbáljuk normálisan megcsinálni, úgyhogy hát ez menni fog. Amiből viszont mindenképpen visszább kell vegyünk, az a YouTube csatornán a minőségi anyagoknak a mennyisége. Ott egy kicsit túlvállaltuk magunkat az elmúlt időszakban. A videós csapatunk nagyon remek munkát végzett, szuper jó videókat készítettek, de egyszerűen ennyi minden most per pillanat nem fér bele, úgyhogy abból egy kicsit kevesebb lesz, kicsit kevésbé rendszeresen, de azért igyekszünk ott is a litium-ion akkumulátoros sorozatot, hogyha sikerül a folytatásokba megfelelő helyszíneket egyeztetni, akkor azt folytatni fogjuk, és fogunk további témákkal jelentkezni abban a sorozatban, meg hát nyilván vannak még egyéb történetek, amiket meg szeretnénk csinálni, meg egyéb autók, amiket bemutatnánk, de a heti rendszerességet most egy időre elengedjük ott a csatornán, de ettől függetlenül érdemes feliratkozni, mert lesznek jó anyagok rajta. És ugyanúgy a villanyautósok extra csatornára is gyártjuk tovább az anyagokat. Hát ott össze-vissza nincs rendszeresség, össze-vissza lesznek ezután is az anyagok, úgyhogy de érdemes feliratkozni, mert ott apró trükköket fogunk megosztani. Én már belekezdtem vagy 5 videóba, úgyhogy előbb-utóbb azokat is össze tudom rakni, és akkor azok is mennek föl. És hogy állunk Gábornak a videótárházával, azzal a kisebb merevlemeznyi elkészületlen anyaggal, amiket a második csatornára szánt? Hát azokat tulajdonképpen már előttük, ami jól sikerült. Hallottok engem, mert én közben ismét leszakadtam. Semmi gond, visszajöttem. Visszajöttem nagy nehezen, úgy látszik ez már egy ilyen felvétel, hogy mikor kitűnik el. Tehát amik így készen voltak videók, azokat ellövöldöztük gyorsan az első héten, mert nem volt azért az olyan csillió. Aztán még a tervben volt egy csomó felvétel, amit így meg akartam csinálni, ilyen kis rövid érdekességek leginkább az Ioniqról, csak közben az Ioniqot elvitte az új gazdája, aki nagyon szereti, én meg most kénytelen vagyok néha benzint tölteni a Priusba, de erősen visszavettem az autózásból, hogy ne kelljen sokat tankolnom, mert az nagyon fáj nekem. Átálltál a sötét oldalra hozzám, mi? Tankolsz. Így van. Még nem tankoltam egyébként, még a tavaly, nem tudom, valahogy karácsony környékén betankolt tank, az még tart benne, de már azért előbb-utóbb oda jutok, hogy... Az megvan, hogy kell, vagy segítsek el, magyarázzam, írjak neked, hogy majd a kutasnak adok jattot, hogy tankolja meg nekem. Nagyon figyelj, mert otthon nem megy. Tehát, ha gondolkozol, hogy majd így belerakod a kerti slagot, az nem... A kerti slagot valami egész másba fogjuk belerakni egyébként, van egy ilyen tervünk, de erről majd akkor, hogyha megvalósult.
Ne spoilerezzünk? Ne, hát, ha gondolod, spoilerezhetünk. De annyit azért elmondok, hogy viszek neked holnap két motort, hogy ne járj még se Priusszal. Két elektromos Várta, motort hoz nekem, kitalálom, Tibor. Az lesz, hogy Tibornak a jachtját próbáljátok ki egy ilyen felfújható kádban, vagy ilyen kerti hasonlót. Medencében. Tibor most egy nagy autót tesztel, amiben belefér két motor, még az is lehet, hogy vonóhorog van rajta, és a jachtot is lehúzza Miskolcra, és akkor majd itt mi közel lakunk, ha egy lenne folyamat, jacht, igen. Akkor kipróbáljuk. Vonóhorog nincs rajta, de egyébként egy nagyon jó kis cucc, és kényelmesen befért a két motor, már be van szerelve, be van rögzítve, úgyhogy holnap reggel indulok, és akkor egyrészt ki tudod próbálni a motort, másrészt meg tudjuk csinálni a tesztet, amit tervezünk ezzel az autóval. Ez egy Peugeot Expert, e-expert pontosabban, és hát nagy szívfájdalomra ez csak az 50 kWh-s verzió, tehát a kisebb akus változat. Majd meglátjuk, hogy ezzel hogy fogok tudni boldogulni hosszú távon, tehát hosszú úton Budapest-Miskolc távoz. Egyébként érdekes volt ma, mert valami oknál fogva a Peugeot-nál nem indult el a töltés éjszaka, úgyhogy félig föltöltve kaptam csak meg az autót. De ez nagyon gyorsan tölt, ugye? Ugyanazt kaptam, mint a személyautók, a PSA autók, tehát az a 50-es töltőn igen. Szinte végig 50-nel tölt. Nagy valószínűséggel igen, még nem próbáltam a töltést, de úgy gondolom, hogy igen. És ha minden igaz, akkor három fázisú töltése van, úgyhogy AC töltőről is egész gyorsan föl lehet tölteni. Úgyhogy ha elviszem a motorokat, akkor pikpak föltöltjük, amíg lepakolunk, meg egyéb dolgokat megcsinálunk, addig szuper. Egy-két fotózás is meg. Nagyon várom, már kíváncsian nagyon várom a motorokat. Jól néznek ki a motorok. Nagyon, nagyon jó pofák. Oké, én nem merek fölülni a múltkori rollerezésem után, de... Figyelj, Tibor, 6 hónap terápia, tehát semmi extra. Persze. 6 hónapig jártál a gyógytornára. Ja, te is jártál volna, se ülnél többet ilyenre. Én eleve nem ülök fel ilyenre, tehát hogy kezdjük azt. A rollerre nem is ülni kellett. Igen, én koromban már minden nap ajándék, én nem fogok szórakozni ilyenekkel. Érted, az esés, meg a törés, az a gyógytornához képest semmi volt. Na jó. Úgyhogy ez már több, mint egy éve volt. Azóta már minden rendben egyébként? Többé-kevésbé igen. Egy picit néha érzem, de nem, abszolút nem. Nem igen, esetleg aki akkor még nem hallgatott minket, ugye az volt a sztori, hogy teszteltünk kettő villanyrollert is. Egyikkel, vagy lehet ugyanazzal Tibor esettel, a másikkal meg még Péter. Nem, Péter nem mind a ketten ugyanazzal estünk el. Ugyanazzal estünk el, és csak Péter nem mondta, hogy ő elesett, csak utána, miután én is elestem, és összetörtem magam, hogy ja, egyébként meresleg ő is elesett, csak neki szerencséje volt. Úgyhogy, de ez van. Na, térjünk rá a motorokról és a rollerekről az autókra, mert azért csak villanyautósok az oldal címe, még ha ki is tekintünk néha napelemek, motorok, biciklik, akármik felé. Hát szerintem nem kell azért ennyire leszűkíteni, de igen, most van azért bőven villanyautós témánk. Én rögtön egy olyannal kezdeném, amit már az előző adásban is ezt szerettem volna mondani, mert szerintem egy tök jó hír, hogy már Magyarországon is akad olyan cég, ahol a szolgálati autók, legyen ez akár szervizes kocsi vagy vezetői autó, már csak plug-in hibridek és tisztán elektromosak lehetnek. Mit szóltok hozzá? Hát szerintem egyrészt zseniális, másrészt meg én tényleg várom azt, ugye vannak azok a cégek Magyarországon, akik arról ismertek így a munkavállalók körében, hogy tök jó kocsikat adnak a munkavállalóknak. És én ezeknél már várom, hogy mikor lesz az, hogy valamelyik azt mondja, hogy nálunk, mondjuk így is hirdeti az állásokat, hogy nálunk a céges autó elektromos. Tehát mondjuk nem egy, nem tudom én, egy nagy dízel vagy benzines, van egy ismert szoftvercég, aki azt hiszem Volvókat szokott adni, vagy Szávokat, mondjuk helyette azt mondja, akkor mondjuk villanyos Volvót ad, és nem benzineset. Szerintem biztos, hogy van már az a kör. Nem azt mondom, hogy valaki csak emiatt választ egy állást, de ez nagyon sokszor ilyenkor a cég imidzséről szól, és ez biztos, hogy pozitív imidzset jelent egy cégnek. Hát ami nagy hiányosság szerintem, hogy az otthoni töltés nincs megoldva. Mert ha hiába adnak plug-in hibridet, ha van a cég telephelyén, irodaházában, akárhol töltő és munkaidőben feltölt az autó, az tök jó. De ha valaki messzebbről ingázik, vagy hosszabb utakra használja, hétvégén is használja, akkor hajlamos lehet a céges benzinkártyával csak benzint tankolni, mert azért nem ő fizet, viszont ha otthon a saját villanyszámlájából töltögeti, azért igaz, hogy kevesebbet, de ő nem biztos, hogy valaki ezt így bevállalja, úgyhogy amit nagyon-nagyon meg kellene oldani Magyarországon a jogalkotónak szerintem, az az otthoni töltés elszámolhatósága. Ha én kapok céges autót, teljesen mindegy, hogy most a futár hazamegy az autóval, mert hajnal 5-kor kell indulnia otthonról a
következő címre, vagy nem tudom, a másnapi címre, vagy ez egy vezetői prémium plugin hibrid, akkor ha ő otthon tölti, akkor erre legyen valami elszámolhatóság. Hát arról nem beszélve, hogyha még abban is belegondolunk, hogy mondjuk a cég kifizetni, hogy te egy fali töltőt telepítesz. Jelenleg, ha te a cégettől kapsz bármilyen természetben ajándékot, piszok sok adót kell rá fizetni. Nem akarok hülyeséget mondani, de pár éve hallottam egy ilyen eligazításon, hogy valami 80% külön adót vetettek ki bizonyos ilyen céges ajándékokra. Nem tudom ez mire érvényes, nem akarom, hogy senki ne rám hallgasson a könyvelőjére. Na de hogyha mondjuk azt mondanák, hogy például nem kell semmit fizetni, hogyha elektromos autó töltéshez ad a cég ajándékba ilyen töltőberendezést, vagy fizeti a telepítést, erre az állam akkor nem kér semmi adót. Ez nem akkora szám, hogy ez az államkasszában egy hatalmas kiadás legyen, de mégiscsak motiválhatná a cégeket arra, hogy mondjuk ebbe az irányba induljanak el. Vagy hát ugyanígy, az a baj, hogy nagyon nehéz ez, mert nem akarok itt magyarozni, mert szerintem más országban is, hogy ez megvan, hogy akkor hirtelen minden kis KFT az összes alkalmazottjának adna havi 20 000 forintot autótöltésre béremelés helyett. Valahogy meg kellene oldani ezt. Ha villanyautók is járnának, az nem biztosan nagyon... Igen, tehát hogyha ez igaz. Ha ad villanyautót a munkavállalónak, akkor miért ne adhatna még néhány ezer forint töltést? De tényleg, tehát valami megoldást erre találni kell, mert valóban nem ösztönzi a felhasználókat arra, hogy villanyal járjanak. Ennél a konkrét cégnél, amennyire én tudom, az a terv, vagy a policy, nem tudom, hogy ez már effektíve működik, vagy még csak tervezete, de hogy az autók mellé járni fog egy töltőkártya, ugyanúgy, mint hogy benzinkártya is járt, az egyik nagy Magyarországon elérhető szolgáltatónál, így, hogyha hosszabb útra indulnak a villanyautóval, akkor tudnak ott tölteni, illetve a cégnél a mélygarázsban felszerelték a töltőket az autóhoz, illetve már elkezdték felszerelni a parkolóba a töltőket. De ez a másik, amit mindig elmondunk, hogy nyilván ez is függ attól, hogy hol van az a cég. Ha ez a cég vidéken van, saját terephelye van, ahol normálisan lehet parkolni, vagy esetleg egy infopark-szerű helyen vannak, ahol ugye van erre hely, az egy dolog, ha mondjuk ők egy belvárosi cég, ahol még normálisan parkolni se az utca, nem, hogy töltőt telepíteni, akkor nyilván ezt nem tudja megoldani. Ilyenkor választhatná azt, hogy otthon segít a munkavállalónak a töltésben, vagy ad mondjuk ilyen kártyát. De a legtöbb cégnél, hogyha megoldható az, hogy ők telepítenek töltőket a parkolóba, szerintem ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ennek a költsége nyilván, most idézős az, hogy fillérek, de fillérek, mert itt nem szükséges, én nem tudom, akár még 3 fázisú töltést se kiépíteni. Tényleg elég, egy plug-in hibridhez bőven elég a 3 vagy 7 kW-os töltés, de szerintem a 7-es még elég egy sima elektromos autóhoz is, ugyanis minimum 8-szeret általában ott állnak ezek az autók a parkolóban, ha csak nem szélzes az illető, aki kapta, akkor meg úgyis útközben tölt azért többet. Szóval a lényeg az, hogy bőven lenne idő arra, hogy ilyen lassú töltésre feltöltsék, és ebből ki lehet építeni akár 10-et is, viszonylag alacsony költséggel. Abszolút, és ha minden igaz, akkor társasági adókedvezményt is igénybe lehet venni a telepített töltőként, bár nyilván az alapvetően szolgáltatásként telepített töltőkre van, de én amennyire emlékszem a jogszabály szövegére nem nevesíti, tehát nem mondja azt, hogy saját célra azt ne lehetne használni, tehát a töltés, telepítés, állami támogatás is igénybe vehető így. Ami nekem félelmem ezzel kapcsolatban van, az inkább az, hogy ha ilyen nagy multicégek, ahol több száz meg ezer autót is tartanak a flottában, rászabadulnak az állami támogatásra, meg egyáltalán arra a kis szűkös piacra, ami Magyarországon van, akkor mennyire fognak kapálózni az egyéni vevőkért az importőrök meg a kereskedők, hogy nem kerülünk-e hátrébb a sorban. Hát ez már az EU-nak szerintem a CO2 kvótáin múlik, mert lehetséges, hogy minden vevőr kapálózni fognak. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy mennyire lesz elég autó, meg hát mennyire lesz elég állami támogatási keret. Mert mondjuk azt meg lehet oldani, hogy mondjuk a taxisoknak külön lekerekítettek belőle, tehát azt mondják akkor, hogy nyilván a magánszemélyek összege az ettől nem csökken, hogyha mondjuk több cég van, arra elküldenek egy összeget. Hogy mennyi autó van, az már egy kérdés, de én ismerek egy készülő cikket, ami ezt a témát fogja taglalni, és nem szeretném lelőni az összes poént a jelenlévő szerző helyett, de ugye alapvetően, ha egy forgalmazó előre tudja, mondjuk egy kiszámítható jogi környezetben, tudom, ez sci-fi, de mondjuk egy kiszámítható jogi környezetben előre tudja, hogy évekre előre van egy ilyen program, akkor nem tudom én, kereskedésenként 15, vagy összesen központilag, nem tudom én, 100 vagy 150 autót köt le, a gyárnak a készletéből, vagy 2021-es vagy 22-es gyártásában nem leköt mondjuk 5-ször annyit. Mert tudja, hogy úgyis lesz a kereslet. Na de lesz elég gyártás, hogy mindenkinek jusson? Hát most már muszáj lesz. Tehát
sorban állnak át a gyárak egyre agresszívabb célokat jelentenek be, ha a fele megvalósul, akkor is muszáj lesz. De honnan lesz bele akku? Megveszik az ázsiai beszállítóktól, tudod, mert ez olyan, hogy ezt így bárhonnan meg lehet venni, meg egyébként is ez nem valami extra dolog, hanem így mindenki tudja gyártani. És simán úgy van, hogy ha én most odaszólok, hogy a jövő hónaptól háromszoros mennyiség kéne, akkor fogják is szállítani gond nélkül. Simán. Nem, hát azért lassan már eltelik azóta 2 év, vagy 3 év, hogy ráébredtek a nagyobb autógyártók is, hogy itt lépni kell és foglalni kell. Úgyhogy szerintem most már beérnek azok a szerződések, amiket 1-2-3 évvel ezelőtt kötöttek az akukra. Illetve hát épülnek azért Európában is az akkugyárak ezekből a szerződésekből, a projektek azért folyamatban vannak, úgyhogy lassan azért azt várhatnánk, hogy elkezdenek termelni. És nem mindig arról kell beszámolnunk, hogy megjelent egy fantasztikus új villanyautó, és 60 darabot vagy 80 darabot félreraktak a magyar piacra, hanem hogy tessék, rendelni van. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy két nem túlságosan komoly piac, Magyarország és Románia. Ha megnézzük a Dacia Springet, Magyarországra a tavaly előrendelhető példányszáma 100 darab volt, ami talán fog növekedni, mert a Dacia honlapján valami olyasmi van most, hogy most is lehet előrendelni az autót ezzel a 100 000 forint befizetéssel, viszont még nem lehet tudni, hogy mennyi fog jutni hazánkba. Ezzel szemben Romániában a rendelés, ott már nem ilyen előrendelés, hanem a rendes rendelés megnyitásakor 4 óra alatt 1500 autót jegyeztek elő. Azt nem tudom, hogy most ez valós szerződéskötés, vagy csak igénybejelentés, de azért szerintem ha 4 óra alatt 1500 elment, akkor egy év alatt valóban át is vesznek 1500-at, ha jut elég nekik. Én azt mondanám, hogy most már lassan azért szerintem senki nem hiszi el azokat a meséket, hogy a villanyautó vásárlók között egy ilyen szűk, fura szerzet, aki otthon is biopapírba leszi a biokaját, és csak erre koncentrál, és azért akar villanyautót. Azért azt látjuk, hogy ha van olyan villanyautó, ami megfizethető, akkor percek alatt elfogy a készlet belőle, szó szerint, mint ilyen nagyobb koncerteknél, amikor 10 percet eladják az összes jegyet, ugyanez látszik, úgyhogy szerintem kereslet bőven lesz. Igen, és látszik, hogy ha jó áron van egy autó, akkor az nagyon megmozgatja az emberek fantáziáját. Tehát a Spring az olyanokat megy, bármilyen cikket írunk Spring témába, olyan olvasottsága van, hogy hihetetlen. A legjobb szuperautók meg a Teslás hírek nem kapnak ennyi olvasót, úgyhogy... Igen. Egyébként pont ezzel erről beszélgettünk. Igen, azért, mert nem én írom, a felejtje meg. De egyébként pont erről beszélgettünk Gáborról így a felvétel előtt, vagy amíg te próbáltál visszacsatlakozni a hívásba, hogy ugye emlékezzél vissza, amikor először beszámoltunk a Springről, csak még nem Springnek hívták, hanem Renault KZE, vagy KZE, valami hasonló, nagyon könnyen megjegyezhető ilyen dallamos neve van a kínai verziónak. És csomó embernek felcsillant a szeme, az is nagyon nagyot ment az a cikk, hogy uram, Isten, valami 2,3 vagy 2,6 millió ilyen ára volt, hogy na majd ennyiért, ha itt lenne, ha behoznák itt. Akkor is elmondtuk szerintem, hogy erre senki ne számítson. Ugye van először is egy EU-vám, hogyha nem itt gyártják, az olyan 10%. Amit ráadásul a bruttó ára szálltási költséggel megnevezett bruttó ára fizetsz. Utána van ez a gyönyörű magyar 27% áfa, amiben világelsők vagyunk, vagy hát legalábbis Európában a legmagasabb áfa maradjunk ennyiben. Emellett ugye a forint árfolyama se mindig abban az irányba megy, mint szeretnénk, és úgy egyébként is, ha az európai piacon adnak egy autót, akkor muszáj pár olyan alapvető biztonsági felszereléssel megspékelni, ami megnöveli az árát. Mi lett ebből? 6,5 milliónál indul a Dacia itthon, ezek a jelenlegi információk. Ehhez képest ugye 2,valahány millió volt a kínai változat. És most kövezetek, mert nem tudom a pontos paramétereket, de nem azért, mert kétszer akkor lett volna hirtelen az a hatótáv az európai változatra. Ugye én ezt mondtam, hogy nagyon remélem, hogy az európaiba talán azért nagyobb akuk kerül, meg nagyobb lesz a motor teljesítmény, nem ilyen szobabicikli tempójával fog menni az autó, és olyan sokkal szerintem, mondom, nem tudom pontosan nem, én úgy emlékszem, hogy egy picivel nagyobb lett, tehát talán 25 kW-ról 33 kW lett a motor teljesítménye, és az akku meg lehet, hogy 20-ról 26-ra nőtt, de igazából nincs nagyságrendbeli különbség, egy minimálisan lett erősebb és jobb az autó. De bízunk benne, hogy az ilyen biztonsági extrák, merevítések, blokkolásgátló, akármi, nem tudom, légzsákok, hogy ezek mennyire voltak benne a kínai változatban, legalábbis az alapárban, mert a 2,5 millió forintos az bizonyára ott is az volt, valószínűleg ott is lehet extrákat rendelni, amivel duplájára növelhető az ár. Igen, és hát hogyha belegondolunk, hogy itt eddig a legolcsóbb villanyautók új autókban Magyarországon szerintem támogatás egyik az OE volt, ami tényleg egy jó vétel, tehát azt szerintem azzal mindenki jól járt, aki azt megrendelte.
A másik, meg akkor is, hogyha nekem voltak fenntartásaim, pedig most Renault van, tehát hogy nem a márkával volt bajom, csak egyszerűen nekem az annyira nem jött be, de... Meg akkor is, hogyha a 10 plusz egy forgatáson, bocsánat, elakad a töltőnyílás kioldása. Előfordul legjobb helyeken is, pedig ezt nem is Amerikában gyártották. Viszont ugye a másik meg ugye a Volkswagennek az IAP, vagy hát a Skoda, a Volkswagen, ugye a különböző reinkarnáciának a kocsinak, és ezek voltak szintén ilyen, talán az IAP-ok voltak eredetileg még 6 millió valamennyiért ugye a támogatással, aztán amikor már nagyobb lett a támogatás, akkor növekedett az ára is az autónak. Szóval, hogyha azt látjuk, hogy olyan 6 millió körül bedobnak egy autót, az még itthon is iszonyat nagyon tud futni. Akármi is a felszereltsége, van akkor a kereset, hogy lesz az a réteg, aki azt mondja, hogy figyelj, nekünk végül is van egy autónk így családira, de a városban ez jó lesz másodiknak, vagy azt mondja, hogy nekem még ez hosszabb távra is jó, mert mondjuk már nem kell 3 gyereket betuszkolnom hátra. Tehát biztos, hogy lesz elég vásárlója egy ilyen árkategória autónak, akármennyire is mi így fanyalogunk, hogy hát azért mondjuk ennél mondjuk egy erősebb motor, meg egy nagyobb akku ma már 2021-ben igencsak el kéne egy autóba. Hát ha valaki dedikáltan ilyen városi szaladgálósnak veszi, akkor szerintem nincs ezzel gond, csak a helyén kell kezelni, nem úgy kell vele számolni, hogy én mostantól ezzel járok, nem tudom, autópályán, mindenhová, stb., meg ezzel szállítom a te árut, vagy hasonlók, bár lesz ugye áruszállító változata. Én nem vagyok annyira kiakadva ettől, hogy ez pici, meg fapados, meg műanyag, meg nem állítható magasságában a vezetőülés. Ennyi pénzért ezt lehet kapni, és mint a kattintások száma is mutatja, van erre igény a piacon. Sokan azt mondják, hogy ezért az árért bevállalom ezeket a negatívumokat, vagy nem is tudom, annyira nem negatívum, egyszerűen ez ennyit tud ez az autó. Viszont említetted, hogy a magyar euró-forint árfolyam, hát igazából nem csak attól lett ez drágább, mint a kínai ár, hiszen egész Nyugat-Európában ilyen 17-18 ezer euró körül van az autó, kivéve Németország, ahol 21 ezer euró, hogy nem 3 ezerrel drágább lett, mint nem tudom, Franciaországban, vagy Romániában, vagy Magyarországon. Valamiért ott pont 3 ezeret rá kellett tenni, csak nem az állami támogatásnak a gyártó által fedezendő része miatt, de nem tudom, ez csak egy ilyen spekuláció. És ahhoz, hogy megközelítsük a kínai árat, ahhoz egy olyan támogatási rendszerre van szükség, mint Romániában, ahol alapvetően egy ilyen olcsóbb autó féláron van, mert 10 ezer euróig 50%-os támogatás, mármint hogy az 50% lehet 10 ezer euró, tehát ha 20 ezer euró alatt van egy autó, akkor ezt féláron lehet hazavinni, és még ennél is jobb, mert van Romániában egy roncsprémium, amire nem vonatkozik ez, hogy csak az autó árának a felére csökkenthető le az ár, hanem a félárból még lejön a... Hát az nem olyan sok mihez képest, az is több mint 1 millió forint átszámítva, de ehhez le kell adni egy minimum 8 éves autót bontásra, és valószínűleg valóban le kell adni, tehát ellenőrzik, nem csak úgy van, hogy az árlistában lehet x-elni, hogy autóbeszámítási kedvezmény, de lehetőleg ide se hozd a roncsodat, mert csak a gondunk van vele. Jó, igen, az inkább egy marketing akció pár márkánál, mint valós roncsprémium. De nekem egyébként tetszik ez a román rendszer. Én bármikor, amikor az olvasóinkkal erről beszélgetünk így a kommentekben, én azt szoktam mondani, hogy ugye van egy ellenérzés néhány emberben az elektromos autó támogatással kapcsolatban, mert hogy azért ezek viszonylag drága autók még támogatva is, hogy miért a gazdagokat támogatjuk. Mert ezt még el lehet mondani egy 11 milliós autóra is, nem kell ahhoz 20 vagy 30 milliós. Csak ugye szerintem külön kell választani azt a támogatást, aminek mondjuk egy környezetvédelmi célja van, hogy valaki mondjuk benzines vagy dízel helyett akkor inkább ilyet vegyen, és ezért segítünk abban, hogy a bekerülési költségben lévő felár, ami az új technológia, a kis darabszám miatt van, azt valamennyire kompenzáljuk, hogy helyes irányba döntsön a vásárló. A másik viszont egy szociális alapú támogatás, azt mondjuk esetleg, hogy a szegényebb rétegeket támogatjuk vele, vagy akinek csak idősebb autója van, persze abban is egy környezetvédelmi rész, és a kettőt lehet akár kombinálni is. Tehát az, hogy egy roncsprémiumot mellé tesznek, szerintem egy tök jó dolog, és az is jó, hogy ezt a kettőt össze lehet rakni. Így van. Főleg, hogyha tényleg betartják azt, hogy itt egy minimum 8 éves autót, hát nyilván, mivel... Tehát ez szerintem jóval több, mint 8 éves, amit a gyakorlatban leadnak, mert ugye kap érte egy bő 1 millió forintot, aminek a piaci értéke ennél több, azt bolond lenne leadni az ember, tehát tényleg roncsokat vonnak. Hát figyelj, itt az én autóm, ez nagyjából most olyan 500 000 forintot ér, és 16 éves, 1 millió forintért biztos, hogy inkább beszámítatnám egy ilyen roncsprémium, mint hogy eladjam 500 000 valakinek. Így van. Abszolút, és egyébként az látszik ebben a román rendszerben, vagy legalábbis kívülről úgy tűnik, mint hogyha ott tényleg az lenne a cél, hogy kivonják a,
a szennyező vackokat a forgalomból, nem pedig az, hogy azokat üzemben tartassák, illetve aztán persze nem tudjuk, hogy ezek helyére mi érkezik Nyugat-Európából oda, meg azt nem tudom, hogy milyen a szabályozás, de ugye nálunk annak ellenére, hogy most találtam egy tavalyi cikkünket, tavaly vagy tavaly előtt, nem is tudom mikor cikk, hogy már akkor szóba került az, hogy Magyarországon szabályozni kellene a használtan behozható autóknak a korát, szennyezését, tehát hogy valahogy gátat szabni annak. Szigorúbban, nem? Így van, mert gondolom, valami szabályozás most is van. Így van. Hát most tulajdonképpen regisztrációs adóval büntetik a régebbi, tehát az öregebb autók behozatalát. Nem tudom, minél öregebb, talán annál nagyobb a regisztrációs adó, vagy nem tudom pontosan mi a szabályozás alapja, de lényeg az, hogyha drága régi autó, vagy ha régi autót hozol be, akkor magas lesz a regisztrációs adó. De ez látszólag mégse gátolja meg a kereskedőket, hogy régi roncsokat, levetett régi roncsokat hozzanak be Magyarországra. És az a gyanúm, hogy ez még inkább föl fog erősödni, amikor Nyugat-Európában nagyobb számba kezdenek átállni elektromos autókra az emberek, illetve a városokban tényleg elkezdik kitiltani a dízel üzemű autókat, meg a szennyezőbb autókat, mert azoknak egyszerűen nem lesz ott piac, olyan szintre leesik az áruk, hogy ott senki nem fogja akarni már megvenni őket, úgyhogy azokat a keretre kell tudni elpasszolni, és ahol nem lesz szabályozás, oda fognak ezek az autók áramlani. Hát remélhetőleg Budapesten is bevezetnek majd valamilyen ne hajtsunk be nagyon szennyező autóval dolgot, mert különben tényleg ide jön minden rom. Hát már így is idehozzák a autógyártók a marketing forgatásokat, mert lehet, hogy máshol már nem engedik be az adott autókat, hogy leforgassák a reklámfilmeket. Igen, én találtam most így, meg is jöttem nektek, hogy melyik típus volt, amit egyik cégnek, nem, annyira öreg vagyok, mert nem is emlékszem rá, egyik cégnek fedeztem fel, épp néztem a brosúráit, ilyen talánosul német nyelvű technikai adatokat keresem, és a német nyelvű adatlapját néztem, és azt tűnt fel, hogy itt a fotón a Lánchíd van, meg a Budai Vár, meg a Vörösmarty tér, úgyhogy most már legalábbis fotózni ide hozzák a kocsikat. Tibor erre előtte azt a poént, hogy azért, mert ott külföldön már nem mehet be a belvárosba, hogy megcsinálják a fotókat. Én azt mondom, hogy szép a város, azért hozzák ide. Már nem tudod állni, mert nem engedik be. Igen, lehet. Na, de nem csak olcsó autók lesznek, hanem piszkosul drága autók is lesznek. Ezeknek is szépen lassan elkezdtek szivárogni az árai. Skoda Enyaq, meg Ioniq 5, lassan érkezik a Kia-nak az EV6-ja. Ezek éppen a másik véglet lesz az a kategória, amire már Magyarországon se adnak árat, mert prémium luxus autóknak számítanak. Igen, egy kicsit ízlelgessük, hogy Tibor azt mondta, hogy piszkosul drága autók lesznek, mint például a Skoda. Azért ezt így még szoknunk kell, de valóban az Ioniq 5, meg a Skodának az Enyaq, vagy Enyaq, meg egy jó név. Szóval, hogy pár százer forint különbség van a két autónak a modelljei között, vagy a két márkának a belépő modelljei között, úgyhogy el lehet dönteni, hogy kinek mondjuk a nagyobb csomag tér a fontos, bár én azt mondom, hogy az Ioniq az így valószínűleg sokan meg fognak lepődni, hogy mekkora hodár ez belül, annak összehet, hogy ténylegesen egy elektromos autópadló lemezre van felépítve, de azért én arra számítanék, hogy ha más nem, akkor a Skodának a csomagtere az egy nagyobb. Hát az masszív, tehát a Skoda csomagtere az biztos, hogy masszív. Én inkább úgy kategorizálnám a két autót, vagy úgy választanám szét a kettőt, hogy a Skoda az egy klasszikusabb autó, tehát aki nem akar elrugaszkodni az eddigi autó felépítéstől, annak inkább Skoda való. Se a beltér kialakítása nem futurisztikus, se a csomagtér része, meg tehát semmi se kívül se belül nem tűnik annyira nagyon futurisztikusnak, nagyon jól beleillik a Skoda a mostani arculatába. Az Ioniq 5 viszont abszolút a jövőt mutatja, tehát hogy aki fogékony arra és nyitott arra, hogy egy tisztán elektromos autónak épített, és ennek az előnyeit kihasználó autója legyen, annak az Ioniq 5 lehet a nagyobb megoldás. Tehát persze nyilván ezek ízlések és pofonok. Én nagyon kíváncsi vagyok az első személyes találkozásra az Ioniq 5-tel, vagy a Kia EV6-tal, mert valahogy a fotókon nekem az az érzésem, hogy kisebb autónak tűnik a képeken, mint amilyen valójában lesz. Mert ugye azt látjuk, hogy minimális az első hátsó túlnyúlás, és nem ehhez vagyunk szokva egy nagyobb autónál. Na de itt 3 méter a tengelytáv, könyörgöm. Tehát ha onnan, ha egyáltalán nincs túlnyúlás, és egy hatalmas autóról beszélünk, azért
Én biztos, hogy benne meg fog lepni embereket, hogy mekkora lesz az Ioniq 5 élőben. Nem azt jelenti, hogy egy hodály, de hogy, és erre mondtam azt, hogy valószínűleg belül beltérben még sokkal nagyobb lesz, csak a videók meg a fotók alapján is így tűnik. Engem az is érdekelni fog egyébként, hogy hogy néz ki élőben, mind a külső, mind a belső, hogyha nem csak ilyen komputer által generált fotókat látunk. Ugye már egy-két fotó azért volt a neten, németországi tesztautókat így lekaptak, ami kép töltöttek valahol, de azért még olyan nagyon jó minőségű képeket legalábbis én nem láttam, meg ez egy ilyen fekete autó volt, amint pont nem látszik semmi. Szóval engem érdekel, hogy fog élőben kinézni. Futurisztikus mindenképpen, de szerintem nem lépték át azt a határt, ami ne lenne emészthető, tehát nem egy ilyen őrült autó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért itt is meg lesz az réteg, aki megveszi magának. Nyilván nem az ultrakonzervatív, de ahogy Tibor is mondta, a Skoda az így standard Volkswagen polcokról levett elemek vannak beépítve, senki nem fog szívvajt kapni, és egy nagyon jó kis kocsi lesz valószínűleg az is, úgyhogy kinek melyik jön be. Abszolút. Érdekes egyébként az Ioniq, én egy külföldi Hyundai fórumon olvastam, akik már voltak szerencsések élőben látni, azt mondták, hogy kicsit csalódtak a belső anyaghasználat, minőség, stb., hogy ők egy ilyen 15-23 millió forintos autótól többet vártak. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg kopogós műanyag lesz belül, hát azért csak nem. Nekem is ez egyébként a kommentem a videók és a fotók alapján, ha visszaemlékeztek, hogy nekem nagyon bejön mindenhogyan. Egy picit tartok tőle, hogy így a képek alapján ez valahogy picit olyan olcsó hatást keltenek benne a műanyagok, de én azért ezzel megvárnám azt, hogy kipróbáljuk. Mindenképp. Szerintem itt fogunk versenyezni Tibor előszobában, melyikünk ülhet majd bele, úgyhogy meg akarjuk mindannyian nézni. Azért prémium semmiképp nem lesz, mert ugye lesz ennek egy harmadik tesója is a Genesis, amelyik a prémiumot célozza. Ugyanerre a padlólemezre hasonló méretekkel, szintén tisztán elektromos autó. Igen, mondod, hogy harmadik, de szerintem akkor mondjuk a második, meg ugye a Kia EV6 lesz. Amiről már néhány apró kis fotót, gondolom mielőtt kiszivárgott volna, inkább kiadta a gyártó. Manapság kicsit úgy érzem, hogy meglepődnek néha a gyártók, hogy minden kiszivárog. Hát ilyen az internet, hogy most ha Koreába fotóznak valamit, az másnapra ott van az egész világon. Úgyhogy jobban járnak, ha ők maguk adnak ki gyári fotókat, és csepegtetve fenntartják az érdeklődést, mert akkor nem a lesi fotók fognak mindenhol elterjedni. Nekem az autó hátulját még szoknom kell, ami az EV6-ot illeti. Az eleje az nagyon, az nekem nagyon bejön. Szerintem az nagyon ilyen, kicsit ilyen sportos, kicsit agresszívebb, mint amit én a Kia-tól megszoktam, de elegáns még mindig szerintem. A hátulja az picit itt túl lett tolva, de biztos, hogy benne meg fogom szokni. Szóval mondom én, ugye azt páran, akik figyelnek, tudják, hogy nekem egy Renault Megane 2-esen van jelenleg, mert igen, még mindig nem vettem meg a villanyautót, mert aki ránéz a Tesla árfolyamra, rájön, hogy miért nem. Pálya szívem most eladni a részvényeket, úgyhogy picit csúszik a projekt, de ígérem, hogy hamarosan lesz már. Gyakorlatilag 15 percre voltunk attól a gomb megnyomást, hogy legyen autóm, úgyhogy közel voltunk hozzá. Visszatérve a Renault Megane 2-re, én mindig meglepődök rajta, hogy az autó idődesen milyen régi, és tudom, hogy annó mennyien meglepődtek a fenekén ennek a kocsinak, ennek volt ilyen kacsacsőrű segge, ha emlékeztek a Megane 2-re, esetleg az ötajtósra. Viszont az autó még a mai napig, ha így valahol látom parkolni, frissnek tűnik. Nem azt mondom, hogy a legújabbak között van, de nem tűnik egy 10 éves autónak dizájnra. Úgyhogy én várom ezt kicsit ezektől a picit merészebb tolvonásoktól, ami nem lép át egy bizonyos határt. Én várom azt, hogyha mondjuk 10 év múlva aki megnéz egy Kia EV6-ot, vagy egy Ioniq 5-öt, akkor az nem fog egy 10 éves, vagy egy, nem tudom, előző évtizedben tervezett autónak tűnni, hanem úgy az utcaképbe úgy el van. Nagyon jó példa erre, ha elektromosnál akarunk maradni, a BMW i3, ami azért közel 10 éve, hát gyártásban nincs 10 éve, de a bemutatója azt hiszem, hogy 2011-ben vagy 2012-ben történt meg. Lényeg az, hogy közel 10 éves modell, és szerintem elsőre így mindenki hátrahőkölt, amikor meglátta, ha nem is annyira, mint a Cybertrucknál, de azért lehetett benne egy ilyen, hogy hát ez koncepció, nem akarják ezt így kihozni, aztán de, és szerintem most is teljesen friss az a forma, pedig nem változott igazából. Szóval nem az a baj, hogy nem friss. Tudom, egy anyának minden szép, tehát valószínűleg a tervezője az valószínűleg nagyon büszke rá, de hát maradjunk annyiban, hogy a BMW nagyon-nagyon szép autókat tud gyártani, ez nem biztos, hogy abba a sorozatba illik. Hát kicsi a vese rajta. Nem illik. Igen.
Az hiányzott, igen. Nem illik be a klasszikus BMW közé, de szerintem nem rossz a dizájnja. Tehát tényleg az a merész, ugyanaz, amit mondasz most a Kiákra, hogy egy merészen megrajzolt autó, amik gyakorlatilag kortalan lett. Tehát nem látszik így, rajta, hogy igen. Nem látszik rajta, hogy 10 éves. Most akinek 10 éve nem tetszett, annak valószínűleg most se tetszik. Akinek meg mondjuk 10 éve bejött, az lehet, hogy most is szereti, de valószínűleg ugyanúgy el lehet adni, mint ahogy 10 évvel ezelőtt el lehet adni. Vagy akár lehet, hogy még nőtt is a tábor, akik nyitottak erre, mert egyszerűen most már sokkal több embert ér el az elektromobilitás. Hát az utcakép része lett az i3, nagyon sok van belőle, korábban láttunk ilyen statisztikát, és én azt hiszem, hogy talán Leaf-ből volt a legtöbb, és az i3 pedig a második legtöbb elektromos autó. Valahogy új volt, igen. Igen. Egyébként pont ezt akarom is mondani, hogy meglepő, hogy ahhoz képest ez egy réteg modellnek tűnik. Régen, ennél megint egy nem elektromosat hozok be egy szentségtörés, de én emlékszem még, amikor a Ford K az eredeti megjelent. Emlékeztek, hogy egy pici kis dobozka igen. volt, ilyen kis ékszerdobozszerű, hogy az így mennyire egy ilyen trendi autó volt, és hogy azt mondtuk, hogy hát ez még csodabogatnak kell. Nem vagyok benne biztos, hogy a legsikeresebb modellje a Fordnak, de én úgy tudom, hogy valami bődletesen rossz és éhes benzinmotorja volt például, tehát hogy ilyen ténylegesen egy benzinkutat kellett utána kötni. De azért az is a mai napig egy olyan autó, ami úgy egy ilyen kis aranyos kis cuki autónak tűnik. Úgyhogy szerintem az i3 is valószínűleg a eredeti körnél jóval népszerűbb lett, ahogy ment az idő, és az emberek megszokták. Biztos egyre többen gondolták, úgyhogy végül is ez egy tök jó pofon modern autó. Abszolút. Na, lépjünk tovább egy kicsit, mert bőven van még témánk, amiről beszélhetnénk. Nikola meg a Lordstown van még ide nekünk fölírva, ami mellett nem igazán lehet elmenni. Igen, gondolkoztam, hogy mennyire érdekes ezt még egyszer átvágni, mert már többször beszéltünk róla, meg írtam róla, de minek után mind a kettőről volt márciusban hír, és elég sok embert érdekelt, gondoltam, hogy akkor egy nagyon rövid kis kitérőt megér, mert és először megint a Teslát hozom párhuzamban, de nagyon sokan hozták ezekkel a cégkel párhuzamban, hogy na ugye itt van ez a sok csalás, meg ez a sok kamu autó, meg kamu gyártó. És azért a Teslánál mindent el lehet mondani, hogy van, aki nem hisz Elon Musk ígéreteiben, meg tehát sok mindent el lehet mondani, de mégiscsak legyártottak 1,4 millió autónál tartottak tavaly év végén, amit eladtak. Tehát ott nem nulla a teljesítmény. Viszont azért jogos a befektetőknek néha az az érzése, vagy az a félelme, hogy biztos, hogy az összesen jól hangzó startup mögött van-e tényleges tartalom. Tehát a Nikolánál az volt a hírünk, a friss, és ami nekem igazán megdöbbentő volt. Ugye talán még mindenki emlékszik erre a botrányra, hogy ez a Hindenburg Research nevű sortoló cég csinált egy nagyon komoly nyomozást a Nikola ügyében, aminek az volt a következmény, hogy gyakorlatilag egy vádiratot raktak össze olyan bizonyítékokkal, ami miatt le kellett mondani a Nikola vezérigazgatójának. Nem jött ki rosszul a boltból, mert megtarthatta a részvényét, meg kapott még jutalmat is, úgyhogy egy gazdag ember továbbra is, csak már nem a cégnek a vezetője. És hát ugye ott még a GM is kitáncolt a dealből, ami a Nikolával volt, szóval nagyon komoly következményei voltak, és még lehetnek is ilyen perek vannak folyamatban. Ami igazán érdekes volt, hogy kijött a szokásos pénzügyi jelentés mellett ez a hosszabb verziója a pénzügyi jelentésnek a Nikolánál, ahol a 100 valahanyadik oldalon az alján így elrejtve volt egy kis szösszenet, hogy valami 7 vagy 8 pontban konkrétan elismerték, hogy hazudtak ők, vagy Trevor Milton, a cég vezetője, igen, igazolt a Hindenburgnak, ezekben hazudtunk. És tételesen végigmentek rajta, hogy valóban. Akkor, amikor azt mondtuk, hogy a mi prototípusunk az önjáró, és már tud menni, és van benne motor, akkor ez még csak gurult lefelé a lejtőn, mert még csak azóta is csak gurul a lejtőn. Az is csak gurul a lejtőn, 30-el sem tudott menni egy promóforgatás kedvéért. Sose ér véget a lejtő. Amikor azt mondták, hogy ők majd ingyen adják ehhez a hidrogént, mert ugye ez egy hidrogénes csoda volt, és már termeli a központjuk tetején napelemekkel, és mindenki alatt vannak árban, és egyébként is ez is kamu volt. Igen, elismerjük. És szépen nem megyek most mindenem végig a cikkben, benne van, aki érdekel, el tudja olvasni. Végigmentek 7 vagy 8 ilyen pontra, amit konkrétan elismertek, hogy kamusztak. Amezzel így döbbenetes ez a látni ezt leírva, leadva a cég által az amerikai tőzsde felügyelet felé benyújtott rendes beszámolóban. És hát ugye ez volt a másik
ez volt a kapcsolat a másik hírhez, ugye ez a Lord Stan, aminek én annyira nem követtem a történetet, talán Zsolt írt róla, meg lehet, hogy Gábor, te is írt róla, már nem is tudom, de a ti cikkeiteket olvasgattam erről, én nem nagyon foglalkoztam vele korábban, szintén egy ilyen startup, szintén pick-upok, szintén Amerika, és szintén a Hindenburg írt most róla egy nagyon komoly tanulmányt, ami ugyanígy végigmegy különböző dolgokon. Amit elég sokat írtam róla, nem fogom most végigismételni az egészet, de nekem a legizgalmasabb része az talán nem is a technológiai volt, mert ott is lerántjárok a vizes lepedőt, hogy kamu az a csoda motorra, kerékagyba építő, amit ők mondtak, mert egy végül is egy kis szlovén cégtől licenszek, hogy életében nem csinált még tömegtermésés egy koncepciót gyakorlatilag, amit csinálnak. Oké, ezeket mind borítékolhattuk előre. Na de hogy a megrendeléseik, amikkel ugye a sok szalagcímet látja az ember, hogy 100 000 megrendelésnél tart a Lordstown, a pickupja, és egyik cég 15 000-et, másik 10 000-et rendelt tőle, hogy ezek is kamuk, azért az elég merész húzása a cég részéről. Tehát itt konkrétan olyanok derültek ki, kis túlzással, ha még valaki emlékszik a Kaja Ibrahim Józsefot történetre, mintha ilyen jellegű cég rendelne 15 000-et, tehát van egy kétfős ilyen valami társasház egyik apartmanjába bejelentett vállalkozás, aki papíron előrendelt 14 000-et ebből a pick-upból. És amikor utána mentek és lenyomozták, hogy mégis ezek kicsodák, nem üzemeltetnek flottát. Van ez a vállalkozó, akinek van egy beosztottja, és gyakorlatilag ez a cég, ez az egész. És akkor mi ez az egész? Hát igazából ez csak egy szándéknyilatkozat, mindenfajta kötelezettség nélkül, $0 átutalással. Ez csak arról szólt, hogy mi majd valószínűleg keresünk ügyfeleket, akik ezeket leasingelik tőlük, de még ügyfeleink sincsenek rá, meg hát nincs is ekkora ügyfélkörünk. És ebből állt szépen föl, én még a magyar cikkben nem is idéztem mindent, az eredetiben nagyon-nagyon sok példa volt, nem mondom, hogy mind a 100 000-et végigkövették, de hogy kb. A felét az biztos, amiről kiderült, hogy egy nagy nulla, nincs is igazán megrendelésük. Szóval azért ez így elég merész. És hol van ilyenkor az amerikai tőzsdefelügyelet? Elon Musk tweetjeit olvasgatják éppen. Ja, értem, tehát túl sokat vitt el a srác, ezért nem jut idejük az ilyenekre. Hallgatva ezeket azért... egyébként, bocsánat, mondd csak. Ne, csak hogy ez nagyon durván megvezetés a befektetőknek, tehát hogy ez ilyet nem igazán értem, hogy lehet engedni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy hallgatva ezeket a hatalmas átveréseket, kamukat, pénzlenyúlásokat, tulajdonképpen kezdem kicsit megérteni a Tesla szkeptikusokat, tehát na most én nem annyira követem az ilyen amerikai kamugyárak történetét, nem feltétlenül autóipar, hanem bármilyen területen, de ki tudja, hogy hány ilyet láttak már, amit én vagy mi nem láttunk. Innentől nem csoda, hogy a Teslát is egy ilyennek tartották sokan sokáig. Ez abszolút jogos. Tehát így felületesen szemlélve, ha valaki nem ásta bele magát egyik-másik gyárnak a történetében, vagy mi van mögötte, akkor teljesen érthető. Én inkább azt mondom, hogy már az a kérdés, amikor ezt még most is valaki szajkozza, mert hát azért már igencsak van mögött jó pár dolog. De teljesen igazad van, sajnos oda kell figyelni, és ez nem is igaz, elsősorban csak a nyilván mi nem egy befektetéssel foglalkozó oldal vagyunk, nagyon-nagyon érintőleges csak az elektromos autózás kapcsán, amit ezzel foglalkozunk, de én inkább azt mondanám, hogy amikor az olvasóink olvasnak valami szenzációs szalagcímet, arról, hogy melyik ilyen újdonsült cég mit jelentett be, persze nem azt mondom, hogy nem lehet semmit elhinni, mert hát hogy ne lehetne egy új áttörés, hogy ne találhatott volna valaki valamit, amitől megváltozik a világ. Ezért érdemes egy picit mindig otthagyni azt a kérdőjelet, hogy lássuk meg, hogy mi az, amit letesznek az asztalra. Nekem a kedvencem a havi csoda akku, ami 3 perc alatt feltölthető lesz, hogy... és 1000 km hatótávot nyújt, és már itt van a küszöbön, jövőre azzal gyártjuk az autókat. És szinte minden hónapra jut egy ilyen. Igen, és külön paksot kell építeni mindegyikhez, hogy a 3 perc töltés alatt legyen elég energia hozzá. Hát igen, tehát nagyon sokszor olyan dolgokat kamusznak, amiket, hogyha az ember józan észre végig gondol, akkor rájuk egy gyorsan azért, hogy valami nem stimmel, valami nem kerek a történetbe. Tehát igen, mindenki, hogyha ilyeneket lát meg, olvas, akkor érdemes utána kattingatni és megnézni, hogy mi van mögötte, tényleg melyik az a cég, vagy mi az a cég, amelyik ezt bejelentette. És hát sajnos egyébként azért a nagy cégeknél is beleesnek ebbe a csapdába, lásd azokat a cégeket, amelyek mondjuk, mit tudom én, a Tokiói olimpiára ígérnek solid state akkumulátoros autókat, aztán hát sehol nincsenek azok az autók. Szerencsé, hogy a Tokiói olimpia is elmaradóban van, ugye? Ezt akartam mondani, hogy elvitte a Covid az olimpiát is, meg az akkumulátorukat is. Igen. Jó.
Igen, de nem a széllátást akkumulátor az egyetlen dolog, ami így megbukik, hanem a hidrogén üzemanyag cellás autó is lassan. Ez szintén ugyanennek a gyártónak az agymenése, amit már évtizedek óta nyomnak, és gyakorlatilag sehova nem jutottak. És gyakorlatilag az elmúlt 10 év az bebizonyította, hogy abszolút életképtelen a technológia, és nem lesz vele semmi. Most legutóbb a Top Gear egyik műsorvezetője látta be, hogy nem érdemes tartani a hidrogén üzemanyag cellás autóját, mert egyszerűen nincs hol föltöltse. Míg a garázsom mellette parkoló Tesláját, azt minden reggelre föl tudja tölteni a konnektorról. Igen, és nem tudom, láttátok-e, pont pár hónapja volt Björnnak, az ismert youtubernek egy videója a norvég helyzetről, ugyanígy a hidrogénes autó kapcsán, hogy ott, ami emlékeztek rá, volt az a hidrogén töltőállomás robbanás, ami úgy körbejárta a netet, amiatt lezárták az összes több ilyen állomást is átvizsgálásra, és a mai napig ez akkor, amikor ez a videó készült, tehát hogy ma már ez megoldódott. Le voltak zárva, és az a pár ember, akit most erre sem ezt mondom, de bepalisztak annó, és megvette, vagy leasingelte, volt konkrétan egy család, aki két ilyen hidrogénes autót leasingelt, ettől a nagy japán márkától, és gyakorlatilag egyiket se tudják használni. Mert nincsen egy darab működő, nyitva lévő töltőállomás az országban. Vettek volna otthonra a hidrogén fejlesztőt, mi? Ugye. Egyébként egy ideig ezzel is hitegették az embereket, hogy otthon lesznek, otthonra is gyártanak majd ilyen hidrogénfejlesztőket, hogy napelem, meg víz, és majd otthon tartályban, mert az ugye elsőre is jól hangzik, nem? Én a PB gázpalackot sem szeretem itthon tartani, úgyhogy nekem olyan sincs, mert ami volt, azt is már elajándékoztam, hogy nekem ilyen ne legyen, pedig tudom, hogy elég kicsi az esély, hogy felrobban. Szerintem én egy hidrogéntartályon nem ülnék itt a pincében. Nekem nem az lenne a problémám ezzel, hanem egyszerűen nem gazdaságos. Tehát az, hogy azt az áramot, amit betölthetnék az akkumulátorba, azt most alakítsam át, nem tudom, 30%-os hatásfokkal, vagy nem tudom hány százalék pontosan a hatásfoka. De a lényeg az, hogy a teljes rendszernek körülbelül egy ilyen 30%-os a hatásfoka, így a tartályba töltve meg, aztán visszalakítva. Ennek egyszerűen nem látom értelmét, hogyha akkumulátorba is beletöltetem. Hogyha mindenképpen valamire be akarok ruházni, hogy eltáraljam az energiát, akkor inkább akkumulátort veszek. Jó, tudom, míg a hidrogént el tudom tárolni nyárról térre is adott esetben, hogyha szükséges, az akkumulátornál ez egy kicsit nehezebb, de azért azt se felejtsük el, hogy ahhoz, hogy én értékelhető mennyiségű energiát tároljak egy hidrogén formájában nyárról térre, azért ahhoz méretes tartályokat kell építeni, és nem, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy azt otthon lakóövezetben megengednék a szabályok. Hát nem csak az, hogy otthon lakóövezetben, hanem ugye felszokott az is merülni, hogy majd a felesleges megújuló energiát ebbe lehet tárolni gyakorlatilag, és ez milyen jó lesz nekünk, mert akkor nem pazaroljuk el a felesleges energiát. Ma már komoly probléma az egyébként, ha egy pillanatra előrogulhatok a témáinkban a Volkswagen akkumulátorapjára. Annak volt egy olyan része, amiről azt hiszem talán konkrétan ezt bele se írtam a cégbe, de a Volkswagen egyik vezetője mondta azt, felhozott egy példát, hogy Németországban évente mennyi megújuló energia vész el, mert egyszerűen túltermelés van, akkor nem tudják hol tárolni, ezért lekapcsolják olyankor ezeket a hálózatról, és a bődöletesen nagy számot mondott, most nem fogok hülyeséget tenni, inkább nem idézem fel, de valami 6500 gigawattórára emlékszem a diáról, és akkor talán meg is néztem, ez nagyjából annyi, mint a mi szlovák energiaimportunk, Magyarország-szlovák energiaimportja egyében, hogy ilyen nagyságrendű energiamennyiség az, amit elpazarolnak Németországban, és megújuló, és tiszta. Tehát alapvetően jól hangzik az, hogy tök jó, akkor majd tároljuk majd hidrogénben. Nem, Tibor is mond, ha ugyanazt az energiát én akkumulátorba teszem, akkor mondjuk 75%-kal többet tudok belőle kinyerni utána, akkor értem, hogy megújuló nem kerül idézesen semmibe, na de miért pazaroljam el, miért egy olyan technológiát használunk, ami 50 éve ugyanazokkal a problémákkal küzd, és ezek olyan alapvető fizikai problémák. Tehát nem csak arról van szó, hogy még nem elég fejlett valami. Arról van szó, hogy a hidrogén az bizony mindig megpróbálsz, most vagy lefagyasztom és mínusz 250 fokon tárolom, az meg rohadt sok energia annyit tartani, vagy pedig nagy nyomásra összesűrítem, akkor mindenhol próbál ereszteni, és ereszt is, tehát nem csak az arról van szó, hogy ha valami rossz a rendszer, hanem fontosan számolnak egy állandó veszteséggel is, mert próbál szökni a gáz. És ez még csak az egyik probléma ezzel, mert utána, ha belegondolunk, hogy utána azt vissza is kell alakítani elektromos áram, ott is van egy veszteség. Tehát ezek mind olyan alapvető problémák, amik nem úgy tűnik, hogy megoldódnának, és nagyságrendi különbség van gyakorlatilag az akkumulátoros technológiához képest.
Én alapvetően nem vetem el ezt a lehetőséget, hogy a jövőben valamilyen formában hidrogénként tároljuk az energiát. Elképzelhető, hogy ki fognak tudni dolgozni rá olyan rendszert, meg eljön az a túltermelés a megújuló energiába, ahol ennek lesz értelme, vagy lesz létjogosultsága, de most egyelőre nem ez látszik. Tehát, vagy legalábbis ez csak egy nagyon kicsi részének tűnik az egésznek, sokkal nagyobb szerepet fognak kapni az első körben az akkumulátorok, amik már most működnek, és már most föl lehet használni rengeteg olyan problémának a megoldására, amivel most szembesülünk, amik most vannak, tehát az elektromos hálózatban lévő ingadozásoknak a kiegyenlítése, az már most tökéletesen megoldható akkumulátorokkal, és erre számtalan példa van a nagyvilágban, és ezek működnek, ezeknek már nem kell bizonyítani, és ezek, ugye Lacinak vannak cikkei, remek cikkei erről, hogy ezek gazdasági alapon is egy csomó helyen a világon már megállnak. Tehát nem arról van szó, hogy itt nem tudom, az államoknak kell gigantikus összegeket beleönteni ahhoz, hogy ezek működjenek, hanem egyszerűen ezeknek a telepítése már olcsóbb, vagy ezekkel termelni és tárolni az áramot már olcsóbb, mint a már vagy az eddig meglévő, vagy eddig fölépült már meglévő erőművekben termelni, nem tudom, szénből vagy földgázból az áramot. Úgyhogy, és lassan az atomerőművek is erre a sorsra jutnak, majd most a hétvégén lesz éppen egy hírünk arról, vagy egy cikkünk arról, hogy egy atomerőmű helyére fognak telepíteni akkumulátorral támogatott naperőművet, mert egyszerűen a még további, vagy 14 évre engedéllyel rendelkező atomerőművet már egyszerűen nem érdemes tovább működtetni, mert annyira sokba kerül az itt termelt áram, hogy nem versenyképes a piacon. Tehát ilyen időket élünk, és ebben nagyon jól beilleszkedett az akkumulátor, és nagyon jól bebizonyította, hogy ebbe az irányba kell haladni az áramszolgáltatóknak és az áramtermelőknek ahhoz, hogy versenyképesek tudjanak maradni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ketté választanám egyébként ezt a tárolást. Tehát én sem vetném el teljesen a hidrogént, de a hidrogénnel nem a napi problémát oldjuk meg, napi tárolási problémát, hogy a nappali túltermelést eltegyük éjszakára, hanem inkább az évszakost. Hogy a nyári túltermelésünket tegyük el télre, mert ott ehhez hatalmas akkukapacitás kellene. Igen, a hidrogénnél van veszteség, de hogyha egy fél évig kell tárolnunk, akkor talán kevésbé fáj az a veszteség, mert az csak ugye termeléskor meg visszaalakításkor jelentkezik. És akkuból jelenleg még talán nagyon költséges lenne akkor a kapacitásokat kiépíteni, hogy fél évre el tudjuk tenni benne az áramot. Viszont a, nem tudom, a nyári záporok idejére, vagy az éjszakák idejére, oda abszolút az akkuban látok inkább realitást. Igen, és most így, hogy az áramtermeléssel kapcsolatban volt egy nagyon jó kis videó, illetve egy animációs film, aminek elkészítettük a magyar nyelvű verzióját, aki esetleg nem látta, érdemes megnézni, meg továbbosztani azoknak, akik nem értik, hogy miért ennyire fontos az elektromos autózás a környezetünk tisztántartása érdekében. Sok kritikát is kapott egyébként ez a kis videó, de olyan érdekes volt, tehát még mindig ilyen szemellenzős kritikákat kapott, hogy de az áramot is meg kell termelni. Hát persze, igen, az áramot is meg kell termelni, csak A, azt lehet tisztán termelni, B, pont arról szólt a videó, hogy milyen rengeteg elektromos energiát felhasználunk a foszilis üzemanyagok termelésére, szállítására, stb. Igen, nekem inkább olyan kritikáim lettek volna a videóval kapcsolatban, amiket persze borzasztó egyszerű ilyenkor megtenni, mert hát sokkal nehezebb valamit megcsinálni, mint darabokra szedni. Hogy még itt erről beszélhettek volna, még ott arról beszélhettek volna, tehát én még több dolgot hiányoltam benne, amit mi azért tudunk, mert mi nagyon sokat olvasunk ezekről, és valószínűleg a készítők is tisztában voltak vele, csak valahol határt kell szabni, hogy mi fér bele egy ilyen projektbe, mennyi pénzük, meg idejük van rá, meg milyen hosszú lesz az anyag. De hát például, ha jól emlékszem az elejére, ott mert ugye párhuzamba adják a kőolaj kitermeléssel, az is úgy indult, hogy hát ki kell termelni azt a kőolajat, nem úgy indult, hogy igen, először kb. 10 olajkutat kell fúrni, mire egyből lesz kőolaj, és annak a 10-nek az energia ráfordítása sem nulla, mert ez nem teljesen úgy működik, hogy Józsika lemegy és fúr valamit, hanem hatalmas csapatok, meg gépek, meg erőforrások vannak megmozgatva,
és még ma is a modern technológiáknál még mindig ott tartunk, hogy nem, annyira nem pontos ez, mint a különböző filmekben, hogy az ember megnézi egy föld alatti radarral, és akkor ott biztos van, és lefúrnak is jön ki az olaj. Ez nem pont így működik. Tehát még ilyen dolgokat még be lehetett volna tenni, de szerintem abszolút így is megállja a helyét az a kis animáció. A lényeget azt megfelelően közvetíti. Hát az ennek inkább a célja, hogy felkeltse az emberek érdeklődését, vagy figyelmét, és akit érdekel alaposabban, az nézen utána alaposabban a részleteknek. Nem lehetett mindent elmondani, mert akkor ez egy egész estés film lenne, és senki sem nézné meg, mert annyi időt nem szánna rá. Igen, az a baj, hogy ezek rendkívül összetett problémák. Tehát, hogyha minden részletét megpróbálja egy ilyen kis animációs film kibontani, akkor elvesznek az emberek a részletekben, és félő, hogy maga az egész üzenet nem megy át. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból viszonylag jól megfogta, még hogyha néhol túl is volt egyszerűsítve a film, de nagyon jól megfogta a lényeget, és szerintem jól át is mehetett, hogy reméljük, hogy a magyar nyelvű változatban is ez így megjelent. Azért voltak pozitív visszajelzések is rá, úgyhogy... Abszolút. Hát és ha más nem, szerintem azóta mindenki még kétszer körbenéz az Ebránánál, hogy egy ilyen tanker kamion előtte. És volt még egy másik cikkünk, szintén Laci-tól, ami azt a tévhitet, vagy hát nem is tudom, gyakori kritikát próbálta körbejárni, hogy oké, szép-szép, hogy mi a Magyarországon a megtermelt áramnak több mint a felét CO2-mentesen állítjuk előbb, mert ugye a jelentős részét, vagy hát gyakorlatilag majdnem a felét az áramnak a paksi atomerőmű adja most is per pillanat, de hogy ugye az összes Magyarországon elhasznált áramnak, a itthon megtermelt áram csak nagyjából a kétharmada, ha jól emlékszem. Most nincs itt megnyitva előttem a cikk. De, igen, 27% az import úgy átlagban azt írta. Igen, hát akkor a háromnegyede gyakorlatilag majdnem megvan a magyarországi termelésből, de az egy negyedét, több mint egy negyedét, az külföldről kell importálni, és hogy jaj, hát mi van akkor, hogyha, vagy az, hogy torzítja a magyar CO2-t. Bocsánat, csak egy zárójel, ehhez nem kell importálni, jobban megéri külföldről importálni, ez szerintem egy fontos részlet. Igen. Tehát lenne itthon erőművi kapacitás, mert igen. Ez ugye azoknak muníció, aki azt mondja, hogy összedül az elektromos hálózat, ha most mindenki vagy sokan villanyautóra állnak át. Nem, igazából van itthon bőven kapacitás, csak azok az erőművek drágában termelnek, mint amennyire importálni tudunk, tehát pénzügyileg megéri importálni. Sőt, ugye úgy importálunk, hogy közben exportálunk is, az is benne volt Lacinak a cikkében. Tehát azért én legalábbis most pont Laci nincs itt, hogy helyre rakja ezeket így a fejünkben, de én úgy képzelem ezt el az ő írásai alapján, meg amiket olvastam, hogy azért az egész európai energiaházat az egy hálózat gyakorlatilag. Itt az ország adnak, vesznek egymás között. Mondjuk lehetséges, hogy van olyan alkalmunk, az egyik ország épp túltermel, és akkor vagy lejjebb veszi azt az erőművet, vagy eladja másnak, és hát nyilván ezt nem az ország döntik el, hanem különböző energiacégek, meg az energia áramlás szabályozó hivatalok, tehát nem a kormányüléseken dől ez el elsősorban, ott maximum hosszú távú szerződéseket döntenek el. De a lényeg az, hogy ezt egységes rendszerként kell nézni, és nem biztos, hogy a legrosszabb szenáriót kell kiragadni, hogy tudjuk, hogy Lettországban, meg Lengyelországban borzasztóan magas mondjuk a szénerőművek aránya, ott ilyen 600 gram fölött van a CO2 kibocsátás, és akkor ezt vegyük egész Európára, hogy na mi lenne, ha minden autót így töltenénk. Hát nyilván nem erről van szó, tessék megnézni az átlagot, és akkor rögtön kiderül, hogy mi a valós kép, és szerintem ez a cikk is ebben tényleg nagyon jó, hogy Laci végül is az a következtetése, hogy az importált áram az nagyjából megfelel a Magyarországon megtermelt áram CO2 kibocsátásának. Igen, ha jól emlékszem, akkor van olyan forrás, ahonnan tisztább áramot kapunk többnyire, és nyilván van olyan forrás, ahonnan mondjuk Ukrajnából elképzelhető, vagy nagy valószínűséggel valamivel szennyezőbben előállított áram érkezik, de valószínűleg sokáig ez nem lesz fenntartható, hiszen annak az áramnak az előállítási költsége ott is drága lesz, ott is magas lesz. Tehát, hogyha majd tudunk zöld áramot venni az osztrákoktól vízerőműből olcsóbban, vagy a szlovákoktól, vagy akárhonnan, akkor nyilván azt az áramot fogjuk megvenni, nem a drága szennyező ukrán áramot. És nagy valószínűség egyébként én arra számítok, hogy ugyanez lesz Lengyelországban is. Tehát oké, hogy most ott a szénipart, gondolom politikai okokban, nem ismerem a hátteret, de hogy azt életbe tartják, de ezt se lehet a végtelenség csinálni, mert ott lesz Dánia, Németország, nem tudom, környező országoknak az olcsón megtermelt szélenergiája, meg napenergiája, meg akármi, amiből amikor túltermelés van,
akkor azt kénytelenek lesznek valahova eladni, ráöntik a piacra, és egyszerűen a tönkre fogja vágni ezeket. Így van, a lengyel szénerőmű nem fog tudni versenyezni ezzel, úgyhogy le fogják ott is ezeket állítani, mint hogy Magyarországon is gyakorlatilag az évnek nagyon pici szakaszában mennek az erőművek. Lehet, hogy összességében egyébként drágán termelnek, pont emiatt, mert nincsenek kihasználva, és a kihasználtság, vagy kihasználatlanság miatt egy kilovattórára, vagy egy megavattórára eső költség az magas, de hát ez van. És szerintem ide visszakanyarodik az, amit korábban mondtál a kisfilm kapcsán, hogy ha nagyon sok részletbe belemegyünk, akkor elvész az olvasó vagy a néző ebben. Itt is érdemes egy picit ezt így, egy lépést visszalépni, vagy kettőt, és végig gondolni, hogy milyen irányba halad a világ. Azt látjuk, hogy az energiatermelés egyre zöldül. Pontosan ezek miatt a folyamatok miatt, például én a napokban, amikor írtam egy cikket, én soha nem néztem még meg Portugálnak az energiatermelését, van brutális, hogy ott valami 88% van megújulóból már most. Igen, nagyon jól állnak. Nagyon jól állnak, és nyilván van egy adottság ennek az országnak, az, hogy déli fekvésre mennek nagyon sok a napenergia, de például azt hiszem vízenergiát is láttam ott, ami elég magas volt. A lényeg az, hogy ebbe az irányba megy az összes ország. Tehát amikor azt látjuk, hogy mondjuk most, mai napon egy villanyautót mennyire környezetszennyező mondjuk akár az akkumulátorát legyártani, akár tölteni, sose felejtsük el, hogy ezek a rendszerek szó szerint évről évre tisztulnak, míg mondjuk egy benzines autó az maximum csak romlani fog az állapota, és egyre szennyezőbb lesz, és mondjuk, hogyha kijönnek a gyártók még valami új, még erősebb turbóval, akkor ilyen deciket faragnak le a fogyasztásból, míg az elektromos hálózat sokkal-sokkal tisztább lesz, tehát valószínűleg, ha most veszünk egy villanyautót, 5 év múlva vagy 10 év múlva, sokkal tisztább áramon fog tölteni, mint ma, és minden olyan modell, ami abból indul ki, hogy a mai áram a végigszámolják az autóknak az életciklusát kibocsátott károsanyagot, az ilyen szempontból hibás, ha nem veszi figyelembe, hogy közben a hálózat hogyan tisztul. Igen, és eznek a másik oldala meg ott van, hogy amit ma eladnak hagyományos belső égésű motorral szerelt autót, az minden egyes évben egyre szennyezőbb lesz, mert egyszerűen kopik, nem fogják karbantartani, egy 10 éves autóra már nem fogják azokat a kötelező szervizeket megcsinálni, azokat a cseréket. Hoppa részecske szűrő, az kiugrik belőle. Az kiukat, vagy nem tudom, mi lett vele, és akkor nyilván már nem. Nyilván az első nap se tudja teljesíteni azokat az értékeket, amiket a brosúrájába beírnak, de a 10. év meg aztán közelébe se kerül annak. Azért én úgy hallottam, hogyha fölmegy egy ilyen próbapadra, és érzi, hogy ott hagyták, akkor azért teljesíti. Hallottál már ilyenről? Hallottam ilyet, igen. Na hát nyilván vannak ilyen extra kivételek, amikor ez működik, de az a lényeg az, hogy 10 év múlva biztos nem fogja teljesíteni, nagy valószínűségén meg próbavadon se. Tehát azok szennyezőbbek lesznek, tehát hogyha azoknál is így ezeket figyelembe véve számolnánk végig az összes szennyezését az életciklus alatt, akkor sokkal-sokkal rosszabb eredményeket kapnánk. És tényleg az, amit mondasz, a hagyományos autóknál egyszerűen a lehetőség sincs meg arra, hogy tisztában üzemeltessék, még hogyha a Porsche azt is mondja, hogy a szintetikus üzemanyagokkal majd ők rendbe vágják ezt, és akkor nem lesz szennyező, de szennyező lesz. Attól, mert ők a szintetikus üzemanyagnak az előállításánál azt mondják, hogy ők CO2-t gyűjtenek be. Egyébként van egy amerikai szerző, akinek a könyvet most múltkorában megrendeltem, még nem jött meg, de ő mondta ezt egy interjúban, egy podcastban, hogy ez nagy kamu ez a CO2 visszagyűjtés, tehát hogy ez egyszerűen az energia ráfordítás az olyan CO2 intenzív, amit hogy begyűjtsék azt a CO2-t, hogy egyszerűen nincs eredmény ennek az egész folyamatnak, tehát ez egy kamu az egész. Mindegy, lényeg az, hogy attól, mert így begyűjtve állítják elő a szintetikus üzemanyagot, attól az üzemanyag, ami elég a városokba, az azt a városi levegőt fogja szennyezni. Igen, tehát hogy megint csak a CO2-ről beszélünk. Tegyük fel egy pillanat, hogy igaz, amit mondanak, de azért, ha valamiről mérföldekről érezzük, hogy bullshit, akkor közelebbről még erősebb lesz a szaga. Tehát jobban belássák magunkat, én gyanítom, hogy arra a következtetésre jutnánk, amit te is említesz. De ugye ne csak a CO2-t nézzük, ha elégetjük, ugyanazt a másik 1000 szennyező anyagot, azt bele fogja tolni a levegőbe, ahol élünk, ahol beszívjuk. Úgyhogy ez attól még nem lesz sokkal jobb. Én egy nagyon picit, és nem is a Porsche-nak ezt az állítását védeném meg, mert ezt én kb. A öntöltő hibridekhez sorolnám az idiótaságok sorában, de annyiban megvédeném magát az irányt, hogy megint gondoljunk abba bele, hogy van 1,5 milliárd olyan autó a világon, ami még mondjuk 10 évig menni fog. Tehát ezek mind a belső égésű motoros autók, azt hiszem összesen olyan 2 milliárdról szoktak beszélni, ebben benne vannak már a teherautók, meg minden egyéb is. Ezek
nem fognak egyik napra a másikra kikapni. Én mindig itt szoktam elmondani, hogy picit hibásnak érzem, amikor valaki a buta telefon, okostelefon párhuzamot hozza, hogy na majd így lesz meg a váltás. Teljesen más volt lecserélni azt a pár százmillió buta telefont, egy mondjuk 3-500 eurós vagy dolláros okostelefonra, amit a szolgáltató még meg is támogatott, mint mondjuk 2 milliárd autót a világon lecserélni. És ha mondjuk valaki azt is mondaná, hogy holnaptól a világ összes gyára csak és kizárólag villanyautót gyárt, akkor is a jelenlegi éves termeléssel, mennyi az éves gyártás, ilyen 70 millió, 2 milliárdra valaki ossza el, ne ossza el, most nem fogom kiszámolni, de évtizedekről beszélünk még ezek kikapnának. 30 év, igen. Tehát, hogy mindenképpen az egy jó irány, és ebben kellene előrelépést tenni, hogy ezeket az autókat, amíg még működnek, tisztább üzemanyaggal hajtsák az emberek. Úgyhogy ezt ne vessük teljesen el. Én abban nem vagyok biztos, hogy ilyen messze kéne menni ezekkel az állításokkal a belső égésű Porsche autók védelmében, hogy amikor megveszi Hans Jürgen, akkor jobban érezze magát, hogy mégse a Taycant vette. Mondjuk azt, hogy van egy, főleg mondjuk egy nagy teljesítmény kis versenyautóknál, kis darabszámú versenyautóknál, ami mindig úgy, ahogy el szoktuk mondani, hogy a lovakból is van, még azért van, aki lovagol, lesz ez még egy darabig, ettől a világ sem fog felreállni, ha mondjuk szaladgál az utakon, nem tudom, ilyen összesen 100 000 ilyen autó, de azért a nagy mennyiségben adott autóknál ne kezdjük már azt, hogy a benzines az igazából tisztán üzemel, mert nem tudom, bioüzemanyagot töltünk bele. Ez bullshit. Már elnézést. Azokkal abszolút semmi probléma nincs, amit mondjuk, mit tudom én, sport célra használnak járműveket, bár meggyőződésem, hogy ott is az elektromos hajtás az előremutatóbb lesz, és teret nyer magának, de nyilván lesznek olyan hobbisták, akik a, nem tudom, a régi technika szereteteiért életbe tartanak autókat. Most is van olyan, aki filmre fotózik, még annak ellenére, hogy digitális fotózás létezik. Vagy van aki oldtimereket hajt, igen. Igen, tehát hogy ez teljesen rendjén van, tehát, hogy, és nem is kell minden autót. Lehet, hogy ha valahol van egy autó, amit mit tudom, évente 2000 kilométerre használnak összesen, akkor most nem kell csak azért kidobni, mert az belső égésű motorral megy. Nyilván ezekkel is van. Az kellene, hogy a cél legyen, hogy azokat az autókat, amik rengeteget futnak, tehát évi több 10 000 kilométert mennek, azokat cseréljük le minél előbb, és szerintem, hogyha ezekkel elkezdjük a cserét, akkor ez szépen lassan le fog a következő évtizedekbe csordogálni az alsóbb kategóriákba, kevesebbet használt autók felé, és akkor megtörténik ez a csere. És valószínű ennek mentén azért gyorsabban meg fog történni, mint 30 év, függetlenül attól, hogy most még messze vagyunk attól, hogy minden autógyártó, minden autója, tehát frissen legyártott autója elektromos legyen. Jó kis keretet adtál ennek az adásnak, ezzel ugye azzal kezdtük, hogy a céges flottákban kezdenek plug-in hibrideket vásárolni, és itt pont ugyanodaértünk vissza gyakorlatilag, mert most nem is tudom a cég nevét, nem akarom mondani, készített egy tanulmányt erről, hogy a forgalomban lévő autóknak körülbelül 20% az ilyen céges flotta autó, viszont ezek futják a futás 40%-át, mert dupla annyit futnak, mint egy átlagos autó. És pont ezeket kellene minél előbb lecserélni, nem azt, amivel a nagyszülők kijárnak a telekre, meg néha elmennek a Tesco-ba bevásárolni. Azok az autók hiába névlegesen nézve sokkal szennyezőbbek, mert egy ilyen Ru2-es motor van benne, de amikor 2000 kilométert fut évente, és nagypapának fontos, hogy ő azt karban tartsa, és kifizeti az autószerelőnek, amit kell, mert neki ez, nem tudom, a 20 éve megvett új autója volt, és ő ragaszkodik hozzá. Igen, szennyező az autó, de töredékét szennyezi, mint egy modern bármilyen autó, amelyik éves 40-80 ezret fut. Igen, és még akkor is, hogyha abszolút nincs karbantartva, tehát hogyha ha semmi karbantartást nem végeznek, és tényleg kormol, meg szennyez, meg mindent csinál, akkor is sokkal kevésbé probléma, mint az új autó, ami tényleg 40-50-60 ezer kilométereket megy minden évben, és tényleg tonna számra öntik bele a tonna számát, lehet, hogy tonna számra nem, de hogy rengeteg gázolajat elégetnek benne. Hordószámra, így van. Most itt Szöcske nagyon frappánsan lezárta ezt az adást, de azért maradt. Pedig még nincs vége. Még néhány témánk. Balázs, akarsz a Volkswagen terveiről beszélni, a Giga Factory-ről? Hogy beszéljek ugye erről, hogy az örömet és a boldogságot érezzék el szavaimból, és ne legyen ott az a picit. Az az igazság, hogy amikor te ezt megírta ezt benne a cikket, akkor én azt éreztem, hogy na, te már megint itt a Volkswagen piszkálod.
Még hogyha meg is érdemlik, aztán azt láttam a nemzetközi sajtó, hogy gyakorlatilag mindenki, mintha te cikkedet másolta volna le. Tehát ugyanúgy kifigurázták a Volkswagen sajtótájékoztatójának, vagy ennek a programjának a feliratait, meg a szóhasználatát, meg a gondolatmenetét. Tehát gyakorlatilag nem te voltál az egyetlen, akinek ez így föltűnt, hanem, és ebben mindenki beleállt. Én is azt mondanám, hogy nem a Google Translate működik ennyire jól, hanem ugyanazt tűnt fel mindenkinek. Jó, nézd, tehát az nagyon ciki volt. Szerintem az vérciki volt már elnézés, hogy gyakorlatilag a Tesla akkunapját, már ez dolog, hogy a címét lemásolták, oké. De hogy egy az egybe lemásolták a felépítést, a különböző bejelentéseket. A Volkswagen mérnökei véletlenül pont ugyanazokat a dolgokat találták ki, csak fél évvel később. Hozzáteszem, nyilván nem tegnap kezdtek a Volkswagennél ezzel foglalkozni, nyilván a különböző technológiáknak is megvan az iránya, tehát, hogy most hirtelen nem fog valaki valami nagyon radikális újat bejelenteni, mert minden cég nagyjából ugyanabba az irányba halad. Tehát azért ez nyilván benne van, hogy a Volkswagen is azért mondja azt, hogy az olcsóbb autókba, vagy a kisebb hatótávú autókba tesz LFP akukat, ugye ezeket a vasfoszfátos lítium akkumulátorokat, és a közepesekben meg mondjuk kezdi kihagyni a kobaltot, de még mindig ilyen nikkel-mangán kombinációk vannak, és akkor a legdrágábbakban meg ez a nikkel-rich, tehát amiben nagyon sok a nikkel. Jé, a Tesla pont ugyanezt mondta, nem véletlen, nagyjából ugyanazokra a felhasználási területekre ugyanarra jönnek rá a mérnökök. Ez eddig oké. Okay. De ahogy azért mentünk ebben végig ebben a prezentációban, hát elég kínos kezdett lenni, főleg amikor már a Volkswagen mérnökei Gigafactory-ről beszéltek, hogy ők azt építenek, majd elmondták, hogy hány Superchargert adtak át Kínában. Vegyük azt, hogy ez meg olyan, mint Amerikában, hogy a Paul Sivot Hoovernek hívják, mert az a cég kezdte eredetileg gyártani. Körülbelül ugyanez lesz, hogy vannak itt olyan szavak, amik így tulajdonnevekből vagy márkanevekből ilyen közhasználatú nevek és jelzők lesznek. Oké. Okay. Bocsánat, hagyj, hogy javítsalak, aki Amerikában nem hívják Hoovernek a Paul Sivot. Az a brittek? Bocsánat. Azok a brittek. Az a brittek, igen. Elnézést. Én mikor kim voltam Amerikában, Hoovernek hívtam a Paul Sivot, és csak így pislogtak rám, hogy ez meg mit akartát. Hogy... Igen. De például a fénymással is azt mondják, hogy Xerox, egy márkanév, igen. Ugye a Xerox, hogy magyarosan mondjuk. Tehát azért igen, vannak ilyen márkanevek, amik annyira belépültek a köztudatba, hogy már gyakorlatilag mindenki így használja őket. Jó, szóval ezt félretéve a kis de gyakorlatilag ezzel elismerik, hogy a piacot a Tesla határozza meg, nem? Szerintem a Volkswagen az, aki egyedül ezt nem is... Tehát őtőlük ez nem meglepő. Tehát, hogyha Herbert Dísznek a nyilatkozatot nézed, ő végig elmondja, hogy tisztában vannak vele, hogy a Teslának mi az előnye, ők nagyon gyorsan fel akarnak zárkozni, és annak ellen egy hatalmas nagy tankhajó ez a cég, és egy ilyen multit borzasztó. Tehát én a legkevésbé Herbert Diess munkáját irigylem, hogy egy ilyen ekkora céget így átalakítani, pláne az erős német szakszervezetekkel és minden egyébben a háttérben. Nem csoda, hogy néha arról írunk, általában a német sajtó alapján természetesen, hogy milyen belső, ilyen majdhogy nem szappanoperákba illő drámák és harcok és különböző kavarások vannak a cégen belül, és kit, hogy próbálnak a hosszú kések éjszakáján eltávolítani. Nem egyszerű feladat, de hogy mondjak jót is. Én nagyon örülök neki, hogy a Volkswagen ilyen keményen ebbe beleállt, mert mégiscsak legnagyobb autógyártó a világon. És persze lehet fanyarogni, hogy én is ezt tettem, hogy amikor azt mondják, hogy 2030-ra 60% lesz az elektromos autó eladásuk a portfóliókban, akkor én megkérdezem, hogy na de ki fogja azt a 40%-ot megvenni, amikor addigra a legtöbb országnak már az a céldátuma, hogy addigra fogja nagyjából betiltani az új belső és a motoros autóknak a forgalmazását. Akkor kinek akarja a 40%-ot eladni? Afrikában esetleg, ahol még nem tartanak ott? Én nem hiszem, hogy ott nem fogják ezt meglépni. Szóval hát vannak bocsánat, ilyen... Pont Afrikában lesz az, ahol szerintem sokkal gyorsabb. Az Indiában is látszik már, hogy ahogy csökken a napenergiát, tehát a fotovoltaikus paneleknek az ára, úgy állnak át az áramtermelés azokban az országban, ahol egyszerűen a lakosság nem tudja megfizetni máshogy az áramot. És ha már Indiát említetted... Afrikában pillanatok alatt átállnak, és ott, akkor mit fognak csinálni rengeteg árammal? Autókat fognak hozzávenni? Tehát, hogy ez... Igen, és azért, ha már Indiát is említetted, India és Kína, tehát amit itt mi környezetszennyezésben sipákolunk, hogy milyen rossz a levegő, én csak azért mondom, mert jártam már kétszer Indiában, és tisztában vagyok vele, hogy ott én azt már podcastben is elmondtam egyszer, hogy nekem már volt olyan, hogy a repülőjáratomat majdnem törölték. Mi voltunk aznap az utolsó, Indián belül járatról van szó,
Az összes többit így láttam fontosan, hogy egy frissült a felirat, hogy mindéket törölték, és kérdeztem, mi a fene van, miért törlik a járatokat, ugyanis Delhibe mentünk volna át egy belső járat, és Delhiben akkora smog volt, hogy törölték a járatokat, mert nem volt biztonságos a régi közlekedés. Úgyhogy ez nagyon komoly probléma Kínában és Indiában, és igenis ott komolyan bele fognak állni ezek az országok abba, hogy nem fognak engedni füstös autókat forgalomba állítani, úgyhogy én ebben nem bíznék, hogy ott adják el, de hogy jót is mondjak. Szóval, hogy lehet ezeken a dolgokon fanyalogni, de azért mégiscsak arról van szó, hogy a legnagyobb európai, vagy a világ legnagyobb autógyára ezerrel beláll ebbe, 240 gigawattórányi akkumulátorgyártást tervez Európában építeni a következő 9 évben. Mondom, lehetne az, hogy miért nem 5 éven belül, de örüljünk, hogy ez lesz. És szerintem azok a technológiák, amiket felsoroltak, hogy ők is gondolkoznak a száraz elektródán, őnekik is lesz olyan. Meg persze meglebegtették a solid state-et, mert miért nem, mert ezt mindig meg lehet lebegtetni. Ezek majd jönnek szépen, valószínűleg technológiában vagy bemutatási időpontjában a Tesla után lesz mindegyik több évvel. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy elméletben már mondjuk Berlinben elkezdik gyártani a Model Y-t, lehet, hogy nem júliusban, uramisten, szeptemberben akkor. Míg mondjuk a Volkswagen, és abban már ez a strukturális akkumulátor lesz, száraz elektródás új cellával, strukturális akkumulátor szerkezettel, ezt a Volkswagen körülbelül 5 év múlva tervezi bevezetni, akkor mégiscsak 5 évvel előbbre járnak, de legalább a Volkswagen ezt a nyakába vette, és elindultak, és minden erejükkel azon vannak, hogy felzárkozzanak, míg azért van még pár gyártó, nem mindegyik, de van még pár, amelyik még mindig ilyen struc politikát folytat, és inkább azt mondja, hogy ő majd hidrogént fog tölteni az autóiba, és az milyen jó lesz. Én ezt mai napig nem értem. Igen, és az, hogy az ő fejükben már megfelelőd az, hogy az akkumulátorokat nekik kellene fejleszteni, nekik kellene legyártani házon belül, vagy legalább is nagyon szoros partnerségben a gyártókkal, ez szerintem egy abszolút jó jel, tehát ez arra utal, hogy ők jó eséllyel ezt túl fogják élni, és aztán hát nyilván vannak olyan cégek, mint a Kodak, amelyik hiába találta fel a digitális fotózást, gyakorlatilag az ma már, csőbe, hogy nem használták. Ma már nem létező cég. Igen. Tehát, hogy... Viszont hagyd mondjak még egy pozitívumot, látod, tudok ilyen pozitívumot, mert most említetted az akkumulátorgyártást meg a partnereket, szóval ugye mindig azt szoktuk mondani, amikor jönnek ezek a tanulmányok, hogy mennyire szennyező egy elektromos autó előállítása, mert az akkumulátor mennyi energiát igényel, hogy legyártsák, és ezt mind Kínában gyártják, és ott szénnel csinálják az áramot, és egyébként is. És ugye az előbb elmondtuk, hogy ezek a rendszerek mind tisztulnak, tehát ha már Európában van egy ilyen akkumulátorgyár, akkor az már töredéke egy kínainak a szennyezése, vagy mondjuk a Gigafactory Nevadában, ami az áramot oda vagy gázzal, vagy vízérőművel állítják elő, tehát megint csak töredéke egy kínai gyárénak, oké. De ott van például a Northvoltnak a svéd gyára, ugye a Volkswagennel egy ilyen közös vállalkozás, és a Volkswagen 14 milliárd dollárnyi akkumulátort rendelt a következő években abból a gyárból. Azt a gyárat 100%-ban megújuló energiával fogják üzemeltetni. Én nagyon szeretném látni, amikor ez a sok huhogó tanulmány, ami most prognosztizálja, hogy nem tudom, 80 ezer kilométer, mire visszahozza azt a CO2 deficitet egy új elektromos autó az akkumulátora miatt, mert hogy azt hogy álltották elő. Szeretném látni, amikor ezeket frissítik majd, amikor az ID3 akkumulátorát komplettül megújuló energiával gyártották le, és egyébként a cikaui gyár is teljesen CO2 semlegesen gyártja az autókat, hogy ezek a tudósok, majd kiállnak, és újra számolnak, és elnézést kérnek a nagy érdemitől. Mondjuk nekem ezzel kapcsolatban, ezzel a cikkel, hogy jár tisztán zöld energiával termelve van azért némi fenntartásom, hogy ők ilyen certifikéteket vesznek aztán közben. Biztosan, hogy beleszámolták, hogy ütlettek 3 cserjét a kertbe, igen, és ez megköt, oké, de akkor legyen az, hogy mondjuk 80%-ban. Tehát nem arról van szó, hogy itt valami hatalmas szennyezés van, ők ténylegesen megpróbálnak egy olyan gyárat csinálni, ami lehetőleg CO2 semlegesen gyárt, ha nem is 100%-ban, de azért azt adjuk meg nekik, hogy valószínűleg túlnyomó többségében. Igen, de a lényeg az, hogy amíg tisztán elektromos, vagy amíg elektromos áramot használnak az akkugyártáshoz, és ennek az előállítása adja az akkumulátorgyártásnak a károsanyag kibocsátását, addig az azt jelenti, hogy ha azt az áramot elő tudjuk állítani tisztában a jövőben, akkor az akkumulátorgyártás is egyre tisztább lehet, és márpedig azt tisztán látszik, hogy az áramtermelés az egyre zöldül évről évre, egyre kisebb a CO2 kibocsátása. Itt van például, amit múltkor hallgattam szintén egy podcastban, a Fully Charged-nak podcastjában, hogy Angliában gyakorlatilag teljesen eltűnt a szén alapú áramtermelés. Tehát
még mit tudom én, 2 évvel ezelőtt egy elég jelentős része, most nem emlékszem 100%-okra, de elég jelentős része az áramtermelésnek szénnel történt, addig most már hetek meg hónapok telnek el úgy, hogy nem indul be szénerőmű az országba, mert egyszerűen a szél energiával, meg napenergiával meg tudják termelni a jelentős részét, és a hiányzó részt, amit meg időnként rá kell termelni, mert mondjuk szélcsend van, és a nap se süt, akkor az gázerőművekkel pótolják. Hát egyébként van is az atomerőművük az meg se épült még egyelőre, amit már évek óta, vagy évtizedek óta építenek, ez a Hinkley Point C, ez egy ilyen klasszikus, soha be nem fejezett projekt, ami gigantikus összegekbe kerül a brit adófizetőknek, és mind nem tartott, hogy megtérüljön, és kiszámolták, hogy ez soha nem fog versenyképesen áramot termelni, annyira sokba kerül a megépítése, meg az üzemeltetése, hogy nem tudja fölvenni a versenyt a megújulókkal. Annyit akartam csak hozzáfűzni, egyébként van egy Twitter csatorna, ami ezt követi nyomon, hogy Nagy-Britanniában most éppen hány napja nem termeltek egy kilovattórányi áramot sem szén segítségével, és nem emlékszem, hogy épp most hol tart, mert ugye néha ezt lenullázzák, amikor mégis valamennyit be kell ezeket az erőműveket kapcsolni. Beindul egy 5 percre az erőműveket. Igen, de tényleg napokig, hónapokig előfordul, hogy csak megy a számláló és nulla. Pontosabban nem megy a számláló, tehát mutatja, hogy még mindig nem. A napok száma ugrik csak. Igen. Na, most lenne itt a lezárásnak, most nem tudom, hogy a frappánsat. Valamivel közd át, mert nem érsz oda a szervizbe. Nem érek oda a szervizbe, így van, mert már megszóltak az egyik videómban, hogy ilyen repett üveges mobiltelefonnal mutattam be, hogy mennyi volt a töltési díj, úgyhogy már most úgy döntöttem, hogy csak kicseréltetem rajta a kijelzőt. Meg volt az internetes bullying, mi, hogy így... így van. Rádöszítottak a net népét, hogy legyen érez az, hogy ciki. Hát a gyerekeim is néha a kezükbe kapják a telefonjaimat, egyéb eszközeinket, de bevallom, hogy én sem tudok vigyázni a mobiltelefonjaimra. Nálam gyakran leesik, és ezért sokáig használom repet kijelzővel, ha még működik, mert tudom magamról, hogy ha most kicseréltetem viszonylag sok pénzből, akkor jó esély van rá, hogy egy hét múlva újra repet legyen. De vannak ilyen katonai szabályoknak megfelelő modellek, amik pontosan neked vannak kitalálva, úgyhogy szerintem nézd át, hogy a következő olyan legyen. Vagy legalább egy ilyen tok. Igen, egy katonai tokra lenne szükségem. Igen. Na, köszönöm szépen, hogy rászántátok ezt az órát, és akkor jövő héten újra találkozunk, és visszaállunk akkor a heti rendszerességű villanyórákra. Szerintem jókat fogunk beszélgetni ismét a villanyozás témáiról. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, vagy velünk voltatok. Hát iratkozzatok fel a csatornákra, illetve a podcast applikációitokba iratkozzatok fel erre a podcastra, és osszátok meg másokkal is. A következő adásig pedig olvassátok a villanyautósok.hu-n a híreinket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!